Elizabeth Szél Gréko asszonya Domenico Teotokopuli, El Gréko a görög. Az ő neve jut először eszünkbe, ha a spanyol festészetre gondolunk. Ez az idegen fejezte ki legtökéletesebben az ibériai félsziget lelkületét festészetében. A 16.-17. század toledója Grékót jelenti. Életéről semmi biztosat sem tudunk. Mégis úgy érzem, amit írtam, igaz. Bár másképp is történhetett. A történetben az egyetlen hiteles dokumentumra, a testamentumára támaszkodtam. A művészet történeti tanulmányok közül Maranyon Cossio és Antoninia Valentin munkáit hasznosítottam leginkább. Krétán született Kandia városában. Szülei kereskedők voltak. Korán árva maradt. Idősebb fivére nevelte. Első munkái ikonok, bizánci stílusú munkák. Milyen vallásos nevelést kapott? Tizián és Tintoretto, a nagy velencei festők gazdag színvilága hatott rá. Amíg Rómában élt, Farnese bíboros palotájában dolgozott. 1575 körül ment Toledóba. A misztikus kor, misztikus szülötte a három vallás városát választotta lakóhelyül, San Juan de la Cruz költészete, Ávilai Szent Teréz elragadtatott szavai és Grékó festői látomása tették ezt a várost a Mésztikon megtestesítőjévé. 1625-ben halt meg, vagy 1614-ben. Földi maradványait a Santo Domingo el Antiguo Kolostor templomába helyezték el, de nem lelt örök nyugalmat. Átvitték a Szent Torquato Kolostorba, ahonnan néhány év múlva titokzatos módon teljesen nyoma veszett. Miért? Abba a hibába esem, hogy minduntalan dátumokat, tényeket keresek, pedig éppen magam vagyok kénytelen minden adat után kérdőjelet tenni. Így volt-e? Grékorról csak néhány adat maradt fenn, ez az igazság. Mint ahogy Shakespeare életéről is csak édeskevés. kevés. Grékor történetének leghite leghitelesebb forrása az életmű. Nekem erről beszélt. A szerző Herónima a hosszú, aranyvégű luttól sercegve rója a sorokat a pergamenen. Dr. Antonio Kalosinas ír, a görög származású orvos, a ház barátja. A szobában csend van, a kora délelőtti órák csendje. A doktor abba hagyja az írást, lehajol, felszítja a résztálban izzó parazsat, megigazítja a takarót a vele szemben ülő férfi térdén, és hunyorogva figyel a szemövege alól. A férfi meg sem ocsan bár tavasz van már, és odakint enyhe az idő, idebent a vastag falak még magok között tartják az elillant telet. Az öreg orvos köszörüli a torkát, és fennhangon olvasni kezdi a dokumentumot. Úgy hagyom meg testamentumomat, ahogyan azt megkívánja a mi úrunk Istenünk hívszolgálata, valamint lelkem üdvösségének megmentése, hogy könnyítsek lelkiismeretemen. Abba hagyja az olvasást. Mérgelődve méltatlankodik, Minek ez a testamentum? Domenico. Se öreg nem vagy, se olyan beteg, hogy az élettől búcsúzzál. Egy kis fejgörcs még nem ok arra, hogy ezzel töltsük el az egész délelőttöt. A karosszékben ülő megserezdül. A vékony, hosszúkás arc szenvedő. Az orvos még mérgesebb lesz. Éppen ma délelőtt kacérkodsz a halállal, mint egy szép asszony a kedvesével. Éppen ezen a napon, amely életed és munkád, művészetet beteljesítője lesz. Egész házad népe készül a nagy eseményre, egész Toledo ünnepelni fog. Elismernek. Mi többet várhat az élettől egy művész ember? A festőfárat fásult hangon szólal meg. Ez, éppen ez az többet már nem is várhatok az élettől, öreg barátom. A halál nem akkor jön, amikor várjuk. A végrendeletet nem csak a halálos ágyon kell megírnunk, amikor már esetleg nem is vagyunk tudatában annak, hogy mit akarunk. Amikor már csak odaátra gondolunk. Nagy nap, dicsőség, kezével keserűen legyint. Fáradt vagyok. Homlokára szorítja kezét. Halántékán lüktetnek az erek. Az orvos megvonja a vállát, és újra olvasni kezd. Hogy könnyítsek lelkiismeretemen. Mindezt megtárgyaltam, és tudtára adtam a fiamnak, Jorge Manuel Teotokopulinak, aki Heronima de Las Cuevas úrhölgytől származik. Megbízható és jellemes ember, aki megérdemli, hogy így szerezzek érvényt végakaratomnak, tisztában lévén azzal, hogy mit cselekszem. Teljesítve mindent, amit a törvény megkíván, és ami fent nevezett fiamnak hasznára lehet, őt nevezvén meg általános örökösömül. Neki hagyományozom minden javamat, legyen az övé, és örökölje azt, jusson élvezetébe, és rendelkezzék felette, úgy, mint sajátja felett, Isten áldásával, és az enyémmel. Kalószínász fáradtan elhallgat. A szöveg végére ért, odatolja a pergamentet barátja elé, átadja a tollat. A szép művő kéz lassan, gondosan rajzolva aláírja. Domenico Teotokopuli az orvos elmerülten nézi az aláírást, majd felhangon megismétli. Doménico, ami azt jelenti Isten kegyeltje, Teotokopuli, Isten anyjának fia. A karosszékben ülő férfi vékony, hosszúkás arcán halvány mosoly szalad át. Igaz, mondja álmodozva. Így szólított anyám. Szemét behunja, a nyorga krétai fiúra gondol, aki türelmetlen vágyjal indult el Velencébe. Sóhajtva tér vissza a múltból. A falon akad meg a tekintete. Egy régi ikonra mutat. Miniatűr munka. Merev arcú, bizánci stílusban festett madonnát ábrázol. Az orvos réges-régen ismeri. Otthon, Görögországban, minden házban volt ilyen. A festő lehellett finoman ejti ki a szavakat. Az első munkám ha ott maradok, talán örökre ilyen ikonokat másolok. Akkor talán... Boldogabb lettél volna, azt hiszed? Szakítja félben nyersen Kalosinász. De Kastélia és a görög ma már elválaszthatatlan, és kész. Sietve kapkodja össze a holmiát, epésen búcsúzik. Vannak betegeim is. A mester újra behunja szemét. Hozd össze a függönyöket, Antónió, Bánt a fény. Az orvos fejét csóválva ereszti le a nehéz kárpitot. A szoba sötétbe borul. Halkan hegyen távozik, de zsörtölődik közben. Csak apatikust gazdagítjuk, csak neki szolgálunk. Toledóban vagyunk az 1600. évben. Domenico Teotokopuli a festő kerethelyében teljében van. Toledo a legvirágzóbb spanyol városok közé tartozik ekkor. Igazi vallási központ az autentikus spanyol róma. Meredek, macska köves utcáival, háremrácsos ablakocskáival a korábbi idők mor kultúráját őrzi, s az ezüstösen csillogó tahó folyó úgy övezi, mint egy szalag. Igen, a görög mester népszerűsége irídlésre méltóan növekszik, gondolják keserűen a kollégái. És még az egyszerű emberek is csodálják a műveit. Extázisban térdepelnek a mester oltárképei előtt. Vajon mit találnak olyan szépnek, hosszúkás, valószínűtlen árnyal árnyalakjain? És most tavasz van. Édes illatot lehelnek a zöld hajtások a ligetben. Csigarán csókoloznak a párok. A nap utolsó sugarai vöröses aranyba öltöztetik a várost. Grékoházában az Orgász temetése című kép felavatására gyülekezik a társaság. Nagy az érdeklődés a temetés iránt, ahogy a benfentesek nevezik a művet. Hogyne lenne az, hiszen jóformán az egész város színe java, a nemes urak és gazdag polgárok is, közvetve vagy közvetlen, érdekelve vannak a kép létrejöttében. Hosszú ideig jártak ide modelltülni. A műről két homlok egyenest ellenkező vélemény alakult ki. A nagy mű a Sántotó mé templom számára készült, így Andrés Núñez, a templom papja most elragadtatott tekintettel nézi, mintha saját gyermekét csodálná. Remek mű, suttogja elragadtatással. Valaki rögtön kommentálja Núñez lelkesedését. Neki ne lenne az, ő készítette a szerződést a megrendelésről. Don Antonio Kovárubias méltatja a képet. A tehetség tetőfoka. Egy emberke megérinti a mellette álló könyökét, úgy csúgja. Nyugodtan ömlenghet hiszen a legelőnyösebb helyre került a képen. Ugyanakkor érthetetlen, hogy excellenciád a háttérbe szorult, teljesen semmibe vették magas pozícióját. Don Pedro Moya de inkvizíciós bíró sértődöttem bólint. Hiúságára tapintottak. Sötéten szemléli a képet. Benavente hercege szakszerűen magyaráz a körülötte álló csoportnak. Éme egy közepes tehetségű velencei festő, Akivel Toledo csodát művelt, Spanyolország, sőt a világ legnagyobb géniuszává varázsolta. Gréko degenerálódott Spanyolországban, palettája elvesztette a híres velencei koloritot. Ezt a hideg, fölényes megjegyzést ugyanaz az ember tette, aki az inkvizítor mellett fontoskodott. Núñez pap felháborodottan oroszlán düvel a képet. Hogy mondhat ilyet? A köpcös, felfúvalkodott ember majd megpukkad az erőködéstől, hogy fontosságát fitoktassa. Nem fordul a paphoz, de azért elég hallhatóan mormolja a szomszédjának. Persze, aki keresztelkedett zsidó kutyák. Andrész Nyúnyez neki ugrana a köpcösnek, ha Frey Hortenzió de Paravicino, Gréko gyontatója a karjánál fogva vissza nem rántaná. Hajd! Egyedül te nem tudod az egész városban, hogy Alejandro Sensino az inkvizíció besúgója. Núñez majd elájul a rémülettől. Úgy nézi meg most Sensinót, a kis, tehetségtelen olasz festőt. Nyakát behúzva oldalog el. Fráj Hortenziót úgy hagyta faképnél, hogy azt sem tudja, mosolyogjon vagy bosszankodjék a pap menekülésén. Félelmetes az inkvizíció neve. Ha zsidó voltál és ellenséged van, hamar vád alá kerülhetsz, titkos judaizálás gyanúja miatt. Egy áttért zsidó, Marano, feltehetően továbbra is hódol titokban bizonyos zsidó szokásoknak, például nem eszik disznóhúst. Kis tapéta ajtó nyílik a szomszédos szobába. A hangok jól átszűrődnek rajta, különösen, ha egy-egy hangoskodó beszél. A nehéz függönyök még mindig le vannak keresztve. A félhomályban alig lehet megkülönböztetni a tárgyakat. Egyetlen fénycsóva tör magának utat a kárpiton keresztül. Pórszemek táncolnak benne. Magányos ember kuporog egy alacsony, kényelmetlen széken. Grékó. Nem alszik, nem dolgozik. Arca olyan mozdulatlan, mintha kábítószert vett volna be. Tisztán hallatszanak át a szalomból a szavak. Extravagáns, szintiszta lelkiség, egyszerű látáshiba, asztigmatikus. Hogy lenne rossz a látása, hiszen láttunk tőle normális méretű és arányú figurákat is. Sensino éles hangja zárja le a vitát. Teljes lázálom ezekkel a nyújtott figurákkal. Egy zseni, aki megbolondult. Elgréko nem mozdul. Álmodik talán. A szalomban Sensino most rejtélyesen suttogva magyarázza az inkvizítornak. Vajon mit keres ezen a képen, Don de Austria? jelentőség teljesen böki meg újjával a herceg jól felismerhető figuráját. Az inkvizítor többent arccal, felvont szemöldökkel lép közelebb, és szemléli meg a herceget, akit nagyra vágyó politikával gyanúsítottak. Kisé távolabb a vitatkozóktól, egy bolthajtásos ablakményedésben villagó szemű olasz, Francisco Preboste, a mestersegédje és fer fegyverhordozója, Manusso Teotokopuli, Gréko bátyja, és az orvos áldogál. Fray Hortenzió de Paparavicino csatlakozik most hozzájuk. Félrevonult csoportjuk, mint egy kis sziget a záporozó bábeli hangzavarban. A fráter az ablakmélyedésben lévő patkáról bibliát veszelő. Szórakozottan lapozni kezd benne, majd Máté evangéliumának hatodik fejezeténél üti fel. Olvasni kezdi. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik örömest imádkoznak fennállva a gyülekezetekben és utcáknak szegelletén, hogy az emberektől látassanak. A többiek komolyan figyelnek. De hol van a mester? kérdi hirtelen a doktor. Meg kéne keresni. Francisco határozottan tartja vissza. A maistrónak a szokott maláriás fejfájása van. Az orvos türelmetlenül legyint, Tudom, reggel már kezd a hideg, de nem értem volna, hogy a vén mormota az ünnepségre se jön elő. Francisco ravaszol kacsint barátaira. Nem jobb be, hogy nem hallja a magas rögtő Különben is ezek a pokoli szenvedések váltják ki belőle a legszebb víziókat. Ilyenkor hagyni kell. Az orvos a fejét csóválja. Szenvedni hagyni a beteget. Szép kis tudományos gyógykezelése a lázaskornak. A mester még Rómából hozta magával a maláriás lázt, és már úgy tőri, mint egy feleséget. Higgyétek el, az a legjobb, ha magára hagyjuk. Közelebb megy az ablakhoz, és kitárja a szárnyakat. Langyos, illatos levegő áramlik be. Mélyeket cippantanak a levegőből mind a négyen. Francisco messze néz az ablakonát és dallamos olasz hangján mesélni kezd. Ekkó, Ugyanilyen primavera kezdődött akkor is, amikor megérkeztünk. A mester még ismeretlen volt, és nincs telen. Lóháton jöttünk, és én egész úton nehezteltem a maestróra, hogy könnyelműen otthagyta Itáliát. Eljönni Velencéből és Rómából? És akkor sem Madridba, vagy az Eszkóriába Nem! A maestró jött egyenesen, feltartózhatatlanul Toledóba. Heóék tudja, miért. A magányos ember megmozdul. Mindent hallott. Keze lassan végig simítja a homlokát, görnyedt teste még érzi a fájdalmat, ahogy feláll és az ablakhoz botorkál. Ereszkető keze résnyit a függönyön, mélyen beszívja a friss levegőt. Toledo. Olyan lágyan suttogja, ahogy kedvesét szólítja az ember. Franciszkónak igaza van. Úgy jöttem ide Toledóba, mint a madár jön a tengereken tóról tévedhetetlen ösztönnel egyenesen. Úgy jöttem, mint a madarak, hogy itt fészket rakjak. A mester arca ismét keserű lesz. Türelmetlen mozdulattal húzza össze a függönt, és a félhomályban visszabotorkál a székéhez. Leül. Szemét behunja. Álmodik. Újra a tavaszkeréti hatalmába a gondolatait, s makacsul visszaviszi a felfelbukkanó utak, kopár szépségű völgyek felé. Kastilia kőgörgeteges, száraz, füves szeppéjén két lovas poroszkál. Az elől haladó lovas a könnyű ügetésből még jobban visszafogja a lovát. Türelmetlenül integet a másiknak. Nézd, Francisco, nézd ezt a csodát! Most meg is állítja a lovat, és elragadtatással mutat az eléjük tároló képre, Francisco inkább fáradt, mint lelkes. Doménikót ez egyáltalán nem zavarja. Tovább magyaráz. Nézd Toledo tornyait. Ezt a valószínűtlenül kékeget, a katedrális körül a felhőket. A művész behunja a szemét, hogy átszűrje a színeket, vagy szőkre nyitja, és karját előre nyújtva, hövelykújjával méregeti az arányokat. Már a lendő kép méreteit látja. Igen, így fogom egyszer megfesteni. Francisco ébreszti fel álmodozásából. Maestro, ránk esteledik. Mielőtt álmodsz, előbb aludnod kell. Gyerünk Toledóba! Közelednek a városhoz. A meredek, rózsaszínű bástyaköveken visszatükröződik az égszíne. Domenico meseszépnek találja, és ámultan ugrik le lováról. Kénytelenek kantárszáron vezetni az állatokat, belekeverednek a tülekedő ember áradatba, árut szállító kocsik, kereskedők, és összvérek közé, amik mind-mind át akarnak jutni a keskeny Alcantara hídon. Átesnek a vámőrök ellenőrzésén, átsodródnak a morkapon, szamarak és birkák között érkeznek be a város keskeny utcáiba, majd megsüketülnek a hangzavarban. Arabnak, spanyolnak, görögnek, hébernek, bábeli keveréke ez. Eközben beérnek Zokodóber főt főterére, Toledo kereskedelmi központjába, amely főutca és bazár is egyben. Domenico egy gyermek éhes szemével nézi ezt a színes nyüzsgést. Bor és kenyér, kegyszerárusok, kártyások. Valahol gitárzeng. Elragadtatva nézi a fény és árnyék játékát az alkonyban. A festő mindenre figyel. Korsók, tányérok, cserepek mellett zöldség, gyümölcs, zöld paprika, pirosló paradicsom, sárga sárgadinje, Hosszú asztalokon írnakok írják a megrendelők üzleti és szerelmes levélkéjét. Doménikó kalandozó tekintete hirtelen megakad egy magas, rácsos ablakon. Mögötte angyalarcolány áll. Nagy, fekete szemű madonna. Ehhez az égi képhez szólal meg égi zeneként a székes egyház harangja, rozárióra híva a hívőket. Francisco nem részese az égi csodának, sokkal földibb dolgokkal foglalkozott időközben. Maestro, találtam szállást. A ház ugyan üres, de alvásra egyelőre megfelel. Domenico nem is hallja. Nézd azt az ablakot! Megláttam a szűz arcát. Már emlékezetből is le tudnám festeni. A szűz, úgy látszik, észreveszi, hogy nézik. Hirtelen tűnik el a rács mögül, s így végre franciszkó is arrébb tudja húzni mesterét. A hudériában a volt zsinagógák a Santa Maria la Blanca és a Transito templomai között Hassintos utcában kaptak szállást. A ház tágas, de csak nem teljesen üres. A köpenyük az ágy, a vánkos és takaró is egyben. Francisco a fal felé fordul, és horkolva alussza az igazakálmát. kálmát. Domenico is kimerült, de félálomban még morfondírozik. Tetszik nekem ez a Toledo. Azt hiszem, itt maradunk. Legalább egy évig. Elhagyott, lehangoló a ház, ha nincs benne asszony. Szinte lakatlannak látszik, annyira hiányzik belőle a fehér cselét seprővel hadonászó, egereket riasztó, pókhálókat felfedező harci kedve. Képek, vásznak, össze tologatott bútorok. Feldöntött boroskorsók pokoli rendetlenségben hevernek együtt a földre szórt vörös hagymával. Paprika keveredik az asztalon a piros festékkel. Az egysetekkel is foglalkozni kellene, tésztogatni és kezelni, mormogja Francisco. Kezében az egyik, fogai között a másik ecset. Felváltva dolgozik velük a mesterképének egyik részletén. A magas festőállvány eltakarja a szobát a vendég elől. Az elegáns spanyol úr, Don Luis de Castilla, befolyásos toledói nemes, a művész pártfogója érkezett üdvözölni a görög mestert. Az álvány mögül azonban Francisco bozontos feje bukkan elő. Szolgálatkész a szalad a vendég elé, hogy bejjebb tessék elje. Még Rómából ismerik egymást. Egy időben Preboste meg is haragudott a spanyolra, mert a bíboros jól fizetett szolgálatából ő csábította el a mestert kasztíliába. Ő, meg az a másik hórihorgas spanyol, Cervantes, a bíboros apródja. Együtt bolondították meg Doménikó fejét az égi hatalmak által épített spanyol Hesperidák kertjének meg emlegetésével. És kellett több egy görögnek, hogy elvágyódjék. Elég, ha a Hesperidák kertjéről beszélnek neki. Franciszko fejében keringenek a gondolatok. Meglehetősen zavarosak az elképzelései arról, hogy a görögök miért éppen Spanyolországot tekintették a földi paradicsomnak. Don Luis hosszúkás arcával és kisé előre álló orrával élő példája volt annak az embertípusnak, akit a mester olyan szívesen festett. Az arisztokratikus orr most kisé fintorogva szagol a levegőbe, mire végre Francisco tömpe orra is észleli az oda égett ételszagát. Ilyetten lecsapja az ecsetet, és rohan a konyhába, hogy mentse az ételt. Don Luis fej, fejcsóválva követi, és közben megjegyzéseket tesz az ilyen művész élet bohémságára. Nem lehet valaki egy személyben tanítvány, titkár, fegyverhordozó, szakács, lovász, és még jó ég tudja mi minden. Gazdasszony kell ide. Miután az ebédet megmentették, visszatértek a műhelybe. Don Luis elégedetlenül veszi szemügyre a hiányos berendezést. Ide egy asztal, oda egy patka kéne. Az ágy is roskatag. Alig van itt valami, sóhatja Francisco. Csak hát, Félre ismerhetetlen olaszos gesztussal tárja a kezét a Szent Ferenci szegénység magyarázata képen. Holnap néhány szükséges bútor és mi egymást küldök át szerényházamból, jelenti ki a toledói caballero. Finom urak ezek a spanyolok, példásan udvarias modorokat sosem fogom tudni megtanulni, ismeri el magában Francisco. Megtekintik a készülővásznakat, melyek többsége toledói polgárok portréja amióta a mester megbízásból megfestette az akkor már halott Tavera bíbornak arcképét, egy csapásra sikerült megalapoznia jellem ábrázoló hírnevét. Francisco úgy nevet még most is az egészen, mint egy jól sikerült tréfán. A maestro egyszerűen a vászonra másolta a megboldogult inkvizítor mintául kapott halotti maszkját. Teljesen érintetlenül hagyta az arc kifejezést illetve a halott arc kifejezéstelenségét, azzal a zseniális változtatással, hogy a lehúnyt szemet a festményen egyszerűen kinyitotta. Azt gondolta, nem nehéz kitalálni, mi rejlik a bíbornok szemében, hiszen az inkvizíciót minden spanyol magában hordja. beruguete is lemásolta a maszkot, de csukott szemmel. Nem is sikerült neki. Igaz, vagy ő inkább szobrász, mint festő. Don Luis is mosolyog az eseten, aztán elkomolyodik. Ez csak a kezdet. Sok ajánlásra és összeköttetésre lesz még szükség, hogy eljussunk a palotákig, az eszkórialig, addig, hogy az udvar festője legyen, pedig még hosszú és nehéz az út. Az udvar. Francisco ábrándosan sóhajt fel, miközben szórakozottan tépegeti a köpenye zsebéből előkerült hagymahéját. Mamma mia, mennyire szeretnék a maestroval az udvarban élni? pompa és kényelem közepette, nemes eleganciával öltözni. Don Luis mulattatja az olosz fantáziája, ismerve Fülöp király aszketikus puritánságát és udvara rideg kényelmetlenségét. A jövendőbeli elegáns úr hirtelen elszontyolodik, földhöz vágja a hagymát. Nem tudom, a maestro természete összeegyeztető lesz az udvari élettel. Ez az igazság. Don Luis kérdően vonja fel a szemöldökét. Szó kimondó, furcsa különc, nem alkuszik, de az a nagy baj, hogy közben a művész úr érzékeny és álmodozó, a fellegekben jár. Luis de Castilla nevetve vág közbe. Mond, Franzisko, te őszintén, igaz-e az, hogy a mestered egy kisé fősvény? Erről a tanítvány nem szívesen beszél. Fősvény? is meg nem is. Velem például nem az de a megrendelőitől kegyetlenül megkéri az árat. Vérében van a kalmárkodás, hiszen görög. Nem szabad ott hagynom a leszállított portrét addig, amíg a megrendelő ki nem fizette. Hányszor kellett szégyenkezve visszafordulnom a képpel. Azt mondja, ha nincs pénz, nincs áru. Áru? Az ő képei. megérti -e ezt kegyelmed? Don Louis nevetve vonogatja a vállát. Talán a mesternek van igaza. Francisco a fejét csóvája. A vén fukar látta így. Az öreg nem csak a színek mestere volt, hanem azt is megtanította a tanítványainak, hogyan kell úgy összeszorítani az öklöt, hogy ki folyjon az ujjaik közül az arany. Szürkés kéken emelkedik, terjedelmes főépületével és oldalszárnyaival Szántó Domingo klastroma. A kikövezett udvaron keresztül egy magas, haragos ember siet a kiárat felé, nem törődik semmivel, nem néz se jobbra, se balra. Tekintetét makacsul a kapura függeszti. Pedig lehetetlen, hogy ne hallja az oszlop sor felől igyekvő szerzetes izgatott kiáltozását. A kis barát kétségbe esetten futált az udvaron. Csuhája csak úgy rebdes utána. Éppen akkor kapja el a távozó köpenyét, amikor annak keze már a nehéz töltve vasvirág pántját markolja. Szuszogva kapkodja a levegőt. Mester kérem, szíveskedjen visszatérni, kegyelmes főapát urunk kéreti! Doménikó Teotokopuli visszafordul. Ökölbe szorul a keze. Az öreg főapát korát meghazottoló fürgeséggel éri utol őket. 51 ezer maravédi! Megegézi hálott tüdővel az öreg. Megadom, nem vitatkozom tovább! Kifulladtan, folytató tüdővel várakozik. A festő pillái éppen csak megrebbennek. Lassan, töprengve simogatja meg szépen gondozott barna szakállát, melynek röldszálai olyan színűek, mint az őszi falevél. Ennyi pénz freskóért! A fráter tisztelettel nézi a festőt. A főapátnak még kérlelnie is kell, hogy maradjon. Sőt, át is öleli. A munkát meg kell kezdeni, az idő sürget. Gyere, fiam, beszéljük meg a részleteket. Szelíden nógatná festőt, de az hűvös előkelőséggel utasítja el. Semmi szándéka a visszatérni. Az üzlet létrejöttén sem hatódik meg. Szűk csak ennyit mond. Az időm most lejárt. Tovább maradni nem tudok. Prebosz, te segédem, holnap majd méretet vesz. Egyébként pedig nehogy kegyelmed azt gondolja, hogy sokat kértem. A munkasok, a szent háromság, Mária mennybe menetele. Ekkor hirtelen különös, Barna fények gyúlnak, doménikó szemében. Szenvedélyesen fordul az apátúr felé. A kis fráter borzongva gombszemeivel, ahogy karon ragadja a festő az öreget. Ahogy izgatottan fel-alá jár, járnak kellnek. Hallja, hogy a feltámadás misztikumáról beszél, nagy hívvel a festő. De maga a főapátúr is meghökken egy kicsit. Már szinte látom is a mennybe menetelt. Belső dinamizmustól lüktetnek, vibrálnak, nőnek meg az alakok. Nem is értem, hogy mindmáig senki nem gondolt rá, hogy az ég felé törő ember megnyúlik, lobog, mint a láng. Ember feletti erőfeszítésében. Az Isten felé növekvő ember. Az öreg pap megértően bólogat, bár egy szót sem értett az egészből. A festő most hirtelen megpillantja kettőjük árnyékát a földön. A délutáni napsütésben hosszúra nyúlt és ez látható is. Íme, az árnyék, az ember lelkének mása, lám, hogy növekszik. Titokzatosan mosolyog. Minden alakot grékói vált változtat az alkony. A papok elgondolkozva nézik furcsán megnyúlt árnyikukat. Tűnödésükből a festő váratlan mozdulata zökkenti ki őket. Olyan hirtelen engedi el a főapát karját, hogy az csak nem egyensúlyát veszti. A különös görög kapkodva bocsánatot kér, lecsúszott köpenyét vállára kapja, és eltűnik a kapunyílásban. Az öreg főapát elhűlve néz szerzetes társára. Gyors mozdulattal keresztet vet. Égi megszállottság ennek az esztelennek az érvelése. Őrültsége szent lángjában, az igaz tudás bölcsessége lakozik. Doménikó egy dalocskát dünnyögve kapaszkodik fölfelé a kanyargó úton. Amikor Zokodoveren Veren áthalad, Angelusra szólal meg a katedrális harangja. A festő önkéntelenül pillant fel a rácsos ablakocskára. Milyen szép, Istenem, milyen szép, sóhatja. Most is megdöbbenti a rács mögött áldogáló lány, földön túli arca, sötét barna haja símán hátra van szorítva, csak egy kis fürtöcske borul rá a szeplőtlen tisztaságú homlokra. Domenico alig hisz a szemének. A lány mosolyog, mintha mondana valamit, mintha félénken intene. A festő habozik, hogyan köszöntse, de mire dönteni tudna, a rács mögött már nincs senki. A látomás elillant. A festő ábrándozva, tétovázó léptekkel indul hazafelé. Don Luis de Castilla elfáradt már türelmetlen várakozásában, és éppen kalapjáért nyúl, mikor a festő megjelenik az ajtóban, a két férfi örömteli barátsággal öleli meg egymást. Igazad volt, barátom, kiáltja szertelenül a festő. Toledo csodálatos, szebb, mint Velence, igézőbb, mint Róma. És Domenico Teotokopuli, a nagymester, a miénk, spanyoloké, mondja nevetve Don Luis. Domenico nem is tudja, mit válaszoljon. Francisco megjelenése vett véget zavarának. A nyitott ajtón keresztül jókedvű nevetés hallatszik be a szomszédos szobából. Zenészek hangolják hangszerüket. Valaki borért kiált. Korálokat és zsoltárokat játszanak majd, vagy más istenfélő melódiákat, hogy szelíd és átszellemült kifejezést varázsoljanak a modellt ülő arcára. Maga Doménikó is kedveli a zenét. Úgy hat rá, mint valami légies vágy beteljesülése. Zene és félhomály. Az arcszépsége a késő délutáni félhomályban. Az isteni Leonardo hagyta ezt a világra. Nagyon szeret ilyenkor festeni. Francisco lesegíti Domenico köpenyét, és figyelmezteti mesterét az időmúlására és a várakozókra. Don luis maguk előtt tessékelve mennek át a szomszédszobába. Egy neves, finom eleganciával öltözött toledói úr arcképe készül. Fekete ruhát, magas, fehér fodros gallért, és kézelőt visel. Valóságos kis udvartartás övezi, és foglalatoskodik körülötte. Borbéja egy kecses, lányos derekó fickó, nőjes kezével igazgatja, fésüli a fényes, keskeny fekete szakált. Szétszedi és újra összerakja a kis pihéket, kínosan vigyázva arra, hogy az ajaknál levő választék hibátlan legyen. Fegyverhordozója gömbölyő markolatókardját fényesíti és állítja oldala mellé. Egy szolgaköpenye bársonyát simítja meg fényüvé. Egy másik pedig az uraság kutyáival foglalatoskodik. Közben a magukkal hozott készletből pazar ételeket szolgálnak fel az asztalra. Még a kézmosó ezüstál, az akvamanil sem hiányzik. Illatos borcsillog a kelyhekben. Ilyen körülmények között készül az előkelő lovag arcképe. Jelen van továbbá még Garcilasso de la Vega legújabb szerelmes verseiből olvas fel. Hívlak, és te meg sem érted, nem akarod viszonozni, amit érzek, és meg se látod hulló könnyemet. A költő jó barátja a festőnek, sokat beszélgettek már, és vitatkoztak is olykor a görög művészetről, Platón újra felmerülő, esetleges szenté avatási lehetőségéről. Hédéztek egymástak Vergélius, Ovidius, Horácius sok-sok verséből. Domenico Teotokopuli széttárt karokkal köszönti vendégeit, de nem sok időt veszteget rájuk. Ki akarja használni az alkonyi világítás adta lehetőséget, még mielőtt teljesen besötétedne. Vásznához lép, és dolgozni kezd. Felcsendül a zene. A caballero jobb kezét a mellére téve, pózba vágja magát. Feltűnően finom keze van. Harmadik és negyedik ujja összesimul, a többit kis, kisé széttárva tartja ha olyan a keze, mint egy szép, fehér vízililium. A lovag, ha újai elzsibbadtak, megpihenteti kezét, és sóhajtva lazít testtartásán. Ekkor fürge borbéja rögtön ott terem, és illatos olajjal masszírozni kezdi a törékeny kézfejet. Mikor az est leszáll, Francisco meggyújtja a kovácsolt vas gyertyatartókba helyezett gyertyákat. A mesternek is töltenek. Amíg a pihenő tart, beszélgetnek. A cselédek ételt szolgálnak fel. Pompejo Leoni, a szobrász, akinek portréját Domenico nemrég fejezte be, érdeklődéssel nézi a készülőképet. A többiek is mind barátok, Don Antonio de Covarrubias, a híres építész fia, Don José, de Valdiviezo, a katedrális káplánja, aki meghét barátja Lope de Egyébként a népszerű komédiaíró hírhet kalandjai állandó beszédtémát szolgáltatnak a társaságnak. Most is kérdéssel ostromolják Donhozét, meséljen még újabb történeteket. Ehelyett azonban váratlan különlegességgel szolgál. Botrányhős barátja az inkvizíció familiárisai közé lépett, újságolja az elképesztő hírt. Hihetetlen, még szent fazék lesz a barátod, mondják hahotázva. Aztán másra terelődik a szó. A közeledő nagy hétről a Semana Santa ünnepi előkészületeiről beszélnek. Fülöp király és udvara itt fogja tartani szigorú penitenciáját, és részt vesz a katedrális feltámadási körmenetén. Hétfőn a tiszteletére rendezett autodafén fog elnökölni. Úgy hírlik, legalább harminc eretnekek adják vissza a lelki üdvösségét, Mohamed szektája belieknek, Mózes titkos törvénytisztelőinek és luteránus tanok követőinek. Nők is lesznek köztük, suttogják. Zsokak szerint nem lesz mindennapi látvány, mert ha akad köztük olyan bűnös, aki nem tanúsít mélységes bűnbánatot, a pribék nem döfi át a szívét, akkor a kény halál órákig is eltart. A király igen mélyen vallásos, és lelke igazi, egzaltált gyönyörűséget merít az ilyen nagy egyházi eseményekből. Könnyen elképzelhető, hogy ennek következtében kegyes hangulatú lesz és fogékony az új művész eszményre. Pompeyo Leoni latolgatta ezeket a lehetőségeket. Don Luis de Castilla pedig egyértelmű következtetésre jut. Igen, kitűnő az alkalom és a hely, hogy Doménikot bemutassák a királynak. Te meg én felhasználunk minden lehető összeköttetést, hogy az audencia létrejöhessen. Fordul Antonio de Covarrubias barátjukhoz. Mindannyian a festőre néznek. Az inkvizíció, amely az élő hitet védelmezi, még érthetetlen a görög humanista számára. És bár az ő hitében sincs megalkovás, idegenkedik a spanyol katolicizmus nemzeti intézményétől. A szenvedés nem szereti látni, sem ábrázolni. Gyerekkorában még attól is sírva fakadt, ha pajtásai egy rühes macskát vertek. Elhessegeti magától ezeket a kényelmetlen érzéseket, felemeli poharát, és őszinte lelkesedéssel fordul barátai felé. Viva el rey! Toledo ünnepi díszben. Zászlók lengenek mindenütt. A király a lovagrendek zászlói, és az inkvizíció vörös zászlói a keresztel. Éjjel misét mondanak a templomokban és a kolostorokban. Hajnali ötkor már megjelennek az utcákon a katonák. A házak balkonjait Színes szőnyegekkel díszítették az ünnep rendezőinek, hónapokkal korábban kidolgozott tervei szerint. A legkíváncsibb nézők már éjfélkor elfoglalják helyüket, melyért 12, sőt, még 20 reált is fizettek. Napok óta tilos a fegyverviselés, és a polgároknak a lovaglás. Nem csak a fogadók és a lakóházak telnek meg vendégekkel, hanem a környező falvak is. Az inkvizíció börtönéből a főtérig vezető utat fakorláttal védik. Az Alco de Palaciot és a környező utcákat teljesen elzárták a közlekedéstől. A Calle de la Hermandadot és a katedrális körülvevő utcákban Santiago lovagjai várják, hogy megkezdődjék a körmenet. Az emberek ünneplőbe öltöztek, melyet erre a napra készítettek csipkéből, damasztból, csillogó velúrból, fekete bársonyból, a levegő tele van izgalommal, örömteljes vidámsággal. Az ünnepi hangulat olyan méreteket ölt, mint a karnevára készülnének. Gazdag program várható, az ördög kiűzésére és a bűn megtisztítására rendezett körmenet, a király és az udvar jelenléte, az eretnekek megégetése. Megéri a várakozást az erős napsütésben. Megállás nélkül zúgnak a harangok, a kereplők és a katonák trombitái hajnal óta szólnak. Várakoznak az emberek, és várakoznak a szamarak. Az inkvizíció szamarait Luis de Hesusoknak hívja a nép. Sárga lepellel vannak befödve, a fejük búbjáik, csak a szemük maradt szabadon. Félelmetes ezeknek a kicsiny, szörnyetegeknek tűnő állatoknak az ordítása. Ők vannak hivatva arra, hogy hátokon hordják azokat az elítélteket, akiket a kínzások úgy elgyengítettek, hogy nem tudnak a saját lábukon járni. Az elítéltek a kászá, de penitenciában vannak. Legalább harmincan lehetnek, de az is lehet, hogy negyvenen, találgatják szent türelmetlen kíváncsisággal. Egy gyerek bőgve kérdezi az anyját. Bozorkányok is lesznek. Azám, belzebubok, Istenkáromlók, hamis tanók is. A székesegyház Puerto del Moleta bejáratánál már elkezdték osztani a szegények kenyerét. Ma azonban kenyér után a király arany tallérai is hullani fognak. A király, suttogják, a legelső hajnali misét hallgatja, olyan alázatosan, egyszerűen, mint egy novécius. A király és az udvar hivatalos színe a fekete. Magyarázza Don Luis Doménikónak, aki a velencei tükör előtt áll, fekete kordóbai bársonyban. A fontoskodó szabó az utolsó simításokat végzi rajta, körülményes lassúsággal. Ha a festő vékony alakja, még hosszabbnak tűnik a sötét öltözetben. Don Luis a méregeti. Lapos, sarkatlan cipőt kell húznod az olasz helyett. Túl magas vagy, Doménikó? Alatvalónak ugyanis nem illik magasabbnak lennie a királynál. A festő nagyon izgatott. Don Luis megnyugtatja, hogy minden rendben lesz. Készüljön csak kényelmesen, mert nagyon fontos az első megjelenés. Ő felsége sokat ad a külsőségekre, ő azonban siet előre, előkészíteni a talajt. Az Alkázárban találkoznak. Onnan együtt megyünk, és a tribünön keresztül a király közvetlen közelében helyezkedünk majd el. Óriási erővel tör be a lárma. Doménikó homlokán lüktetni kezd egy vékony ér. Uram, Istenem! Homlokához kap, panaszosan sziszen fel. Csengők hangja vibrál a levegőben, Szántiágó lovagjai kezdik meg a felvonulást. Ahogy a körmenet elhagyja a katedrálist és eléri az utcát, a fősüketítően éles hangzavar betölti az egész várost. Doméniko ott szorong Franciszkóval a tömegben. Az induló körmenet miatt nem tudnak tovább jutni a tömeg fogva tartja őket. Elindulnak a hatalmas, aranyból és ezüstből készült szoborkolosszusok, csak nem száz talapzatot vívő ember, görnyed, izzadó homlokkal a bársonleplek alatt. Énekes, szájtászok gajdolják tízszer, húszszor ismételve a vallásos szöveget. Szent őrület szája meg az embereket. Ég felé emelik karjukat, majd térde esve meakulpáznak. Valaki lezuhant egy ablakra, ablakrácsról, és összezúzott testtel fekszik az utcán. A tömeg szétrebben, de pillanatok múlva újra visszazuhan az extatikus állapotba. La virgen purizima, virgen de la esperanza, virgen de la misericordia, reina del cielo y Conzolation. Visszhangozva litániáznak a falak. Dominikánusok, franciskánusok vonulnak. Az álkázár előtermeiben urak, lakályok, dámák, apácák és papok sörögnek-forognak. Don Luis de Castilla köszönget az ismerősöknek. A várakozók között magányos, nyurga alakot fedez fel, aki hanyagtartással támaszkodik a márvány lépcső korlátjára. Don Luis felsiet a lépcsőn, és örömmel üdvözli régi barátját Don Miguel de cervantes -t. Itália óta nem találkoztak a híres lepantói katona, a hitetlenek legyőzője, lelkesedik Don Luis. Cervantes arca beesett és sovány, homlokán ráncok. Ajkait összeszorítja, és felelet helyett némán felmutatja a köpenye redői közé rejtett üres kabátújat. Egyik karja hiányzik. A kart helyett most is éles pengéjű fegyvert hordozol, a költő tollát. Halvány mosolyjal visszanozza Don Luis vigasztaló szavait. Attól nehéz fegyver, és az udvar kegye. Hogy is mondja Ovidius? Exeat aula coi volt essepius. Tartsatávol magát az udvartól az, aki becsületes akar maradni. Mutató újját ajkára teszi, elhallgat. Két elegánsan, de némileg feltönően öltözött úr közelelik hozzájuk. Messze romoló Cincinnati, a kedvelt udvari festő, és alázatos, talpnyaló kísérője, a magát festőnek tituláló Alejandro Sensino. Cincinnati mester, orhangon beszél, túlbozgó kedvességgel siet üdvözölni Don luis -t. Tudja róla, hogy nagy, nagy lelkű mecénás. Cervantes a művészek jövetelekor tüntetően hátrább húzódik, majd hirtelen szó nélkül eltűnik. Don Luis már csak hajlott hátát látja és arra sincs ideje, hogy utána szóljon, mert Pompeio Leoni csatlakozik csoportjukhoz. Domenico Teotokopuli után kérdezősködik, és egyúttal felhasználja az alkalmat, hogy olasz honfitársának, cincinnati felhívja figyelmét görög barátjukra. Az isteni Tiziano és Tintoretto tanítványa volt. No, nem látszik meg rajta. Kotnyeleskedik bele Szenzino. Inkább Bizánc merev stílusa nyomta rá bélyegét. Romulócs Szinszinatti gőgösen hallgat. Nem szereti, ha más művészről beszélnek előtte. Amikor Don Luis minden kertelés nélkül hozzáfordul, és megkéri, legyen segítségére, hogy a görögöt a király kegyeibe ajánlhassák, úgy tesz, mint a sértős dolga akat volna, és hűvös fejhajtással távozik. Egyre idegesebbé válik a hangulat. Elérkezett az óra, nem sokára kezdődik az isteni színjáték, az autoda szertartásos tárgyalása. Don Luis nyugtalanul néz körül. Domenico már régen itt lehetne. Az emberek kifelé tóduló áradata feltartóztatja a feléje igyekvő Franciszkót. Kétségbe esve mutatja, hogy csak ő van itt. Mesterét elvesztette a tömegben. Miután itt sem találja, tovább keresi. Don Luis tanácstalanul várakozik tovább. Az olasz művészek is kifelé igyekeznek, a kis Szenszínó még mindig a görög miatt mérgelődik. A jött ment festőcske, arról mer álmodozni, hogy a király kegyébe hízelegje magát. Még arra is képes lenne a szemtelen, hogy az isteni színszínátét kiszorítsa a helyéről. Messzer azonban olyan erősnek érzi magát Fülöp király kegyében és saját művészetében, hogy csak vállát rándítja. Barátját és honfitársát válaszra sem méltatja. Dominikót a zokodóber felé hömpölygő áradat sodorja magával. A tömeg átkozódik és szitkozódik. Az elítéltek harmincan vannak. Gyertyát és zöld keresztet visznek. Sárga szégyenruhában és szégyensüvegben vonulnak a luteránusok. A hamis tanúk nyelvét kitépték. Sebe szájuk közt égő gyertyaviasza csepeg le mellükre. Hetven familiáris kíséri és védi őket, ahogy a fakorlátok közt haladnak. Mindennél borzalmasabb látvány azonban, Luis de Jesus szamarán, egy agyon kínzott boszorkány, akinek a testét ostorral verik-szaggatják. A már félájult öreg asszonyból így akarják kiűzni az ördögöt. Állati jajgatása idegtépően hasít a kereplők és csengők hangzavarába. A pszámosz mizererét darálják monoton hangon a mezítlábas, csuhás barátok. Édes fájdalomtól kiabál, a darócinges, vértől csepegő bűnbánók extatikus menete, vér és izzadság szaga. Doméniko feje egyre jobban zóg. Úgy érzi, hogy mindjárt megreped a dobhártyája. Bár alig lát a fájdalomtól, tekintete találkozik, a szamár hátára láncolt, démonok által megszállott asszony zavaros, őrült tekintetével. A vérvörösben úszó szemek a festőre szegeződnek, a fekete szemüregből és az asszony felvisít. Belzebub és sátán fajzatok! Láttam az ördögöt! Francisco megpillantja mesterét, de hiába próbálja elérni. A tömeg feltartózhatatlanul viszi tovább. Domenico nem hagyja kétségbe esett kiabálását. Már semmit sem hall. Mind erősebben keréti hatalmába a vágy. Menekülni! Arra sem emlékezik már, hova is kellett volna eljutnia. Hogy várják, a királyra sem emlékszik. Ember feletti erővel szegül neki az ember áradatnak. Végre kiszabadítja magát. Csendes mellékutcában rohan, ahogy csak a lábai bírják. Újra a katedrális előtt találja magát. Jó ideje vége van már a misének. Mindenki az autoda fényszorong. A templomban megnyugtató csend fogadja. Homlokán gyöngyözik a veríték. Arca kipirult szívét halálfélelem szorítja össze. Az áhítatos félhomályban, a tömjén füstel terhes füllettségben gyönge fénypont piroslik. Össze kell szednie magát, hogy odáig érjen. Görnyeten áll az oltár előtt, elfehéredett ajakkal. Mozdulni sem tud. A főtéren a nemes közönség Y alakú, feketével bevont, deszka tribünön foglal helyet. A középpontban a király fekete ruhás alakja, mellette Anna királyné sejemben, habkönnyű kasztiliai fátyollal, fehér kezében aranylegyező. A két infánsnő, Izabel és Katalina, gazdag gyászruhákban. Lebegnek, suhognak a dámák kezében a legyezők. Nem messze a királytól Don Luis de Castilla. A király kezével végre megadja a jelt a kezdésre. A tömeg az oldalsó, rácsal elzárt területen szorong. Egy nagy arany, és három fekete anyaggal bevont keresztel szemben, kör alakú dobogon ülnek az elítéltek. Az arany kereszt alatt Don Gaspar de Quiroga, a nagy inkvizítor, az inkvizíciós bíró, a szent hivatal fővádlója és a titkárok foglalnak helyet. Megkezdődik a szent beszéd. Domenico maga sem tudja, mennyi ideje áldogál ájult öntudatlanságban. Ahogy felemeli a tekintetét, a fő oltár csillogó aranya elvakítja a szemét. Elesik. Nehéz kandeláberek lángja táncol felette. Görcsös erőfezítéssel kell fel. Még mindig bódult. A kórusba téved. Faszörnyek, sárkányok, hosszú farkú undok majmok. A hatalmas Krisztus, amely a kupolán függeszkedik, mintha rá akarna zuhanni. Már csak a menekülés ösztöne van benne. Erőt vesz magán, hazamenni. Csak egy a fontos, haza érni. Újra az utcán találja magát. A Calle de la Campagnan át az ünnep hulladékain vánszorok háza felé. Összetiport virág, papírdész és ételszemét maradt a szent és őrült karnevál után. A Travesia de la Huderian már rohan. Amikor végre hazaér, szinte önkívületbe esve, keres egy üres vásznat. Festéket kever esteledni kezd, amikor Franciszko holt fáradtan hazaér. A festő ájultan hever a vászon előtt. Francisco karjaiba veszi lázas mesterét, mint egy kisgyermeket, és ágyba fekteti, vastag takaróval takarja be. Majd hosszan nézi az új, készülő képet. Szétnyíló felhőkben repdeső angyalok, sejtelmes, földön túli alakok. Titokzatos látomás a földről és pokorról. A kép alján piramis alakú, sárga színű, léros köpenyben a háttal álló császár, buzgó imába merülve. Jobbján fülöp király fekete, merev sziluettje, kezdjűs kezeit imára kulcsolja, profilja szemtelen. Francisco lemondóan dörmög. Igen, ő felsége a király itt van, de az udvar aztán annál messzebb. A szobában füllett a levegő, kitárja az ablakot a távolban parázsló, Brazero de la füstszál az ég felé. A mágia halált haltak égő fákjai, sötétlilás füstbe borkolják a várost a szelíd estéri szürkületben. A húsvéti ünnepek hirtelen melege után hűvös hetek jöttek. Lócskos hideg dermesztette a korán kibújt rügyeket. Dominikoláza kicsit tovább tartott, mint máskor. Éjszakánként fel, felriadt. Munkája izgatta, amelyet abba kellett hagynia a Santo Domingo el Antigóban. Szeretne minél előbb túl lenni már ezen a kényszerű tétlenségen. Az is nyugtalanítja, hogy ez a munkája teljesen új terület volt a számára. Amikor elvállalta, talán a csak azért is vakmerősége vezette. Luis de Castilla olyan bizalommal ajánlott a fivérének, Don Diego de Castillának, a klastron védnökének a festőt, hogy az minden problémájával hozzáfordult. Csak benne bízott. Problémája pedig akad bőven. Egy nemes dáma, Dona Maria de Silva, Don Pedro González de Mendoza özvegye, minden vagyonát a kolostor romokban heverő templomának építésére hagyta. A nemes adomány felhasználásával Don diego bízták meg, aki felelőssége tudatában nagyon szépet, nemeset akart létrehozni. Juan de Herrerát az ezkoriál kipróbált építészét kérték fel a tervek elkészítésére. A templom oltárképének megfestésével először Hernando de Ávila művészt akarta megbízni, ekkor azonban öccse az újonnan jött görögöt ajánlotta, és Don Diego, Dominikóval történt egyszeri, egyszeri tárgyalás után, Meggyőződött, hogy ő az a régen keresett művész, akire rábízhatja még az oltárkép építészeti keretét és szobor faragásait is. Francisco ugyancsak tágra nyitotta a szemeit, amikor mesterét az építészeti tevrajzokkal bajlódni látta. Nem tudott sehogy se visszaemlékezni arra, hogy Rómában valaha is ilyen munkájuk lett volna. Aprólékos gonddal készítette el a makettet, melynek alapján Juan Bautista Monegro készíti majd el a szobrokat. Már meg is vásárolták a szükséges fa anyagokat. A kusztódiá hét láb hosszú és 18 láb széles lesz. Faszobrocskáit kísérletképpen már el is kezdte farigcsálni Doménikó. A mester játszik, gondolja Franciszkó. Olyan mint mintázgat, mint a ezekbe a kis vacak figurákba az antik görög szobrokat akarná visszaálmodni. A beteget látogató Kalószínász doktor is megelégedéssel figyelgeti, hogyan formálja honfitársa az angyalokat. Az öreg doktoron azonnal látni, hogy nem spanyol. Szők és pillákkal árnyalt, se színű szemei, szeplős arcbőre arra engednek következtetni, hogy valamikor vörhenyes fürtök ékesítették a most már jócskán megkopaszodott koponyát. Kalószínas is krétai, mint domenikó, és mint Manuszó, a festő óhozában maradt testvére, az idősebb Teotokopuli. Ő az egyetlen rokon a Doménikónak, mióta özvegy édesanyja is meghalt. Manuszó éveken át apja helyett apja volt. Amióta a törökök megszállták Krétát, Doménikó sokat aggódott öreg orvos barátjával együtt testvére miatt. Már nem egyszer könyörögtem bátyámnak, hagyjon fel mindennel, adja el régiség kereskedését, akár veszteséggel is. Az élet biztonsága a fontosabb, mérgelődik állandóan Doménikó. Megírtam neki, jöjjön hozzám, az ő rendszeretete, szeretete, rendben tartaná az én bonyolult üzleteimet. Mindketten magányosak vagyunk, ő már korosabb is nálam. És elmereng. Én is menthetetlenül közeledem már a negyvenhez. Öregszem, Antonio, sóhajt fel. Hol van már az a lázas, fiatal görög, aki mindig a horizontot kímlelte? Az orvos válaszolna, de csodálkozva látja, hogy barátja elbővölten figyel kifelé az ablakon. Ő is az ablakhoz lép. Így állnak jó darabig, figyelik a lépcsőkön felfelé jövő és az udvaron áthaladó kis csoportot. Francisco kíséri a gondosan öltözött, kopaszodó urat és a társaságában lévő két hölgyet. Az egyik a fiatalabb dáma az, aki Dominico az ablak rácsa mögött látott. A fiatal lány proféja látszik csak. Uramisten! Ő az! A Ukhodoveri rácsos ablakmadonnája. Az orvos meglepetten veszi észre, hogy betegének arca kipirult. Tekintete csillog. És ez nem a lázhevülete. Dominico se lát, se hall. Türelmetlenül tuszkolja ki barátját. Alig, hogy a cseppet sem siető, inkább maradni óhajtó Kalosinász elment, Francisco már is jelenti, hogy a műhelybe megrendelők érkeztek. Komoly népeknek látszanak, vevőknek, hunyorog a mesterre. Domenikó egy diák izgalmával siet a műhelybe. A vendégek már elhelyezkedtek. A dámák a piros plüssel bevont patkán ülnek illedelmesen, merev tartásban. Az idősebb hölgy talpik feketében, magatartása hűvös, kimért. Szeme hasonlít a fiataléhoz, csak nem ugyanazok az alkon szürke, majdnem fekete szemek csak annak fiatalos, bájos kifejezése nélkül. Domenico elfogadottságából szerencsére senki sem vesz észre semmit, még Francisco se. Ő most a bemutatkozás spanyol etiket által megszabott ceremóniájával van elfoglalva. A festő csak most veszi szemügyre a karosszékben ülő, meghatározhatatlan korú, de már semmi esetre sem fiatal férfit. Arca hosszúkás, kicsit húsos, ajka érzéki, bajuszkáját és szakállát feketére viaszkozta. Bő újatlan köpenyt, bársony öltözetet visel, egész magatartása szigorúan öntelt. Don Julio Santoha, jómodó szevillai kereskedő, hétvese Donya Silvestre Cuevas de Santoha, és édes hóguk Donya Heronima de las Cuevas kisasszony. A bemutatkozást mindenki néma fejbólintással kíséri. Don Julio ekkor leráncigálja kesztyűjét, gesztikulálni kezd. Üzleti ügyeim miatt egy ideig Toledóban kell lennem. Úgy gondolom, ez kitűnő alkalom lesz arra, hogy a mester elkészítse sógornőm portréját. Hitvese fejbólogatására tovább folytatja. A kép sógornőm kiszemelt jövendőbeliének készülne. A bőlegény málagai nemes ember, teszi hozzá büszkén. Így hát az a cél, drága mester, hogy a kép sógornőm szépségét dicsérje. Donya Szilveszra felfortyanva szakítja félbe hétves szónoklatát. A szépség csak hiúság, beszéljünk inkább az árról. Dominikó gőgösen jelenti ki. Majd Prebosta úrral titkárommal szíveskedjenek megtárgyalni a fizetési feltételeket. Franciszkó szája tátva marad, mesterek különös viselkedésétől az anyagiaktól való írtózása teljesen új számára, de azért komolyan, udvariasan bólogat, mint ahogy titkárhoz illik. Donya szilveszra kesken szája még jobban elvékonyodik. Húgom erkölcsért és testi épségéért én vagyok felelős. Egészségi állapotom és vallási gyakorlataim miatt azonban nem kísérhetem el húgomat. A képnek nálunk, az okodóver téren bérelt házunkban kell készülnie. Francisco most már igazán nem érti mesterét, ahogy az minden feltételhez szelíden hozzájárul, pedig a tisztes hölgy még nem fejezte be mondani valóját. A kép csak a fejet és a vállat ábrázolhatja. A lelket akarom megörökítetni, nem a hiú testet. A lány szemei huncutól villannak. Vagy csak Francisco látta rosszul? Az okodóveri házon látszik, hogy csak bérelt hajlék. Barátságtalanul kongó, mozaik padlóján, Borzongva megy végig az ember. Doménikó is. Heróni de las Cuevas, zöld ruhában, szemérmes, zárkózott arc kifejezéssel, nővére felügyelete alatt már várta a festőt. Doménikó fegyelmezetten fog hozzá a vázlatok készítéséhez. Tanulmányozza modelljét. Az arc ovális, a nyak egyenes és finom vonaló, a szemek szinte perzselnek és komolyak. Az állvonala rendkívül szép, az ajkak félinken csukódnak. A lélek mélyéről szakad fel Dominikó ihlete. Örömmel végzi munkáját. Donya Szilvesztrá felfelpillant ima könyvéből. Csak a ruhája sejmének sohogása hallatszik a csendben, amint a rózsafüzért morzsoló keze hozzáér szoknyájához. Az öreg ház hideg és nyírkos. Heronima megborzong. Fázom. Dominikó segítségkérően néz körül de Donya Szilvesztra elbóbiskolt imája közben. A festő egy ládára dobott prémtakarót pillant meg. A hermelint a lány vállára dobja, és beborkolja vele. Aztán olyan érdekesnek találja a prém szétnyíló, érdes felületét, hogy gallér szerűvé formálja Heróni manyaka körül. A lánynak tetszik a festő gondolkodása és játéka. Cinkosan örülnek, hogy a nővér sárkány szeme nem őrködik felettük. Visszafolytott lélegzetük szinte könnyű sóhajként vibrál a levegőben. Órák telnek el. Az öreg szolgáló, csoszogó, retcsenő lépteiz, zavarják meg a csendet. Egy madárarcú szerzetes kíséri. Dunya Szilveszra felnyitja álmos szemeit, és a pap láttára elmosolyodik. A hölgy fáradtan a falépcső felé int, aztán megindul maga is. Léptük alatt nyikorog a korhatfa. Szilveszra még egy fürkésző tekintetel méri végig őket, majd hosszúkás, fehér kezével maradásra parancsolja a szolgálót. Az öreg cselét esetlenül ácsorok, egyik lábáról a másikra áll. Leülni nem mer, szívesebben menne már a dolga után. Heronima csak arra várt, hogy nénye felmenjen. Felszabadultan, csillogó szemekkel beszélni kezd. Már tizenhat éves múltam. Én negyven leszek, feleli halkan a festő. Elhallgat, a cseléd, megomba az ácsorgást, átcsoszog a szobán. Egy másik sarokban mocorog kelletlenül. Herónima bajkosan felnevet. Előtte nyugodtan beszélhetünk. Ne féljen tőle, süket! És ezen úgy nevet, mint valami jó tréfán. Úgy kacag, ahogy csak nagyon fiatalok tudnak ok nélkül. Ellen állhatatlanul nevetni. Vidámsága Dominikót is magával ragadja. Ő is fékezhetetlenül nevetni kezd mint valamikor nagyon régen. A madárfejű szerzetes a korláton áthajolva, szigorú arccal, rosszalló tekintettel szól rájuk. Donya Szilvesztrá lelki gyakorlatai áhítatos csendet kívánnak. Legyenek szívesek, tartsák ezt tiszteletben. A pap intelmére úgy hallgatnak el mindketten, mint a csényen ért iskolás gyerekek. Amikor a pap visszavonul, Heronima cinkosan ajkai elé teszi ujját, de azért fel, fel aztán erőt vesz magán, és fontoskodva komoly arccal mondja. Az nem sok. Micsoda, suttogja a festő. A negyven év, súgja vissza Heronima, és vigasztalóan folytatja. A kiszemelt jövendő belém, sokkal több. Akaratlanul borul el a festő kedve. Ha a lány nem veszi észre, és gyermekes bizalommal folytatja. Anyám meghalt, mikor én születtem. Szegény új keresztény volt, apám is. Őre áll sem emlékszem vissza, mert anyám után nem sokára ő is elment. Bőlegényemet a nővérem választotta, igazi, régi nemesi családból való. Nevet és címet fog nekem adni, meg biztonságot. Megvonja a vállát. Legalábbis ezt mondják, kicsit öreg. Nem gondolod? Mit is felelhetne, Doménikó? Visszahúzódott vászna mögé, hogy a lány ne lássa levertségét. De a társalgás amúgy is abba marad. Donya Szilvesztrá és a pap tér vissza a nyikorgó lépcsőn. Donya Szilvesztrá ellentmondás nem tűrő felsőbséggel vett véget az ülésnek. Már elég lesz, maestro, majd holnap folytatják. Kurta megjegyzéssel botja, bocsátja el a festőt. Domenico gondosan, lassan rakosgatja össze az ecsetjeit és festékeit, aztán meghagyja magát csak a szolgáló kíséri ki. Dominikó lehajtott fővel távozik, s akkor sem mer visszanézni, amikor már átlépte a küszöböt. Santo Domingóban már csak nem elkészült az oltárkép. Mária mennybe menetele. Az alsó sarokban, kis fehér négyzeten, miniatűr festő eleganciájával, görög írással gondosan rajzolt betűk. A krétai Dominikó Teotokopuli. A kép osztatlan sikert arat a kritikusok körében, Don Diego örömére. Nem győzik dicsérni a földi és égi jelenetek velencei módra tagolt kompozíciójának tisztaságát. Dominikon már akkor tudta, amikor festeni kezdte, hogy ezt várják tőle. Most azonban még sincs megelégedve a munkájával. Összehúzott szemmel nézegeti művét. Tisztában van vele, hogyha újra megfesteni, nagyobb teret engedne ösztöneinek. Ha amióta csak Toledóban van, azt érzi, hogy teljesen el kellene felejtenie, amit Velencében tanult. Lázadó énje keresésre ösztökéli. Mária is túl olaszos az ízlésének. Kicsin kezei édeskésen nőjesek. Behunja a szemét. A szőz arcvonásai egy spanyol-keleti arc titokzatosságával telne meg. Heronéma. Elhessegeti a látványt. A szent háromság. Igen, most már nem fog annyira alkalmazkodni a szokványhoz. Az angyal alakját merész lendülettel elnagyolja, lebegteti. Doménikó szemei ravaszul hunyorognak. Megálljatok, gondolja. Megmutatom én nektek, mit akarok. És hirtelen úgy rémlik neki, mintha egészen pontosan tudná, mit is akar tulajdonképpen. Kötvátyolos, gomolygó fényben jelenik meg a szent lélek a galamb képében. Doménikó elmélyetten dolgozik. Franciszko már jó ideje hiába szólongatja. Végül is csak egy szót mond halkan. Heronéma. A mester ezt azonnal meghallja, de igyekszik magorva arcot vágni segítje előtt, hogy az ne lássa meg rajta láza sietségét, tétova reménységét, azt, hogy mindig valami furcsa várakozással megy az zokodoveri házba a portrét festeni. Mások előtt úgy tesz, mintha szeretné minél hamarabb elkészíteni az arcképet, holott húzza, halasztja a munkát, és túlzott alapossággal is, finomítja a részleteket. Félve gondol arra, hogy egy napon meg kell válnia a kedves arctól. Megérkeznek a ház elé. Doménikó keze újra és újra megbillenti a hiéna fejet ábrázoló kopogtatót. Tudják, hogy a süket szolgáló nehezen kerül elő. Végre valahára előkerül Petra. Csendre inti őket. Beteg van a házban. Azt hiszi suttog, pedig ordít, a süketek mértékét nem ismerő hangosságával. A festő rémülten néz Franciszkóra. Végre megtudják, hogy Donya Szilvesztráról van szó. Petra részletesen ismerteti súlyos állapotát. Bénultan fekszik, szemei csukva vannak, már a pap is itt volt. Nem érti az együgyű lélek, a két távozó férfi megkönnyebbült mosolyát. Domenico órákig ténfere otthonában. Hasztalan próbál csinálni bármit is, még nem erőt vesz rajta a keserves szorongás. Leül, azután felugrik. Dolgozni akar, írni. Az építészet öt kötete című készülő könyvének imponáló vastagságú kézirata csábítja az íróasztalhoz. Javítgatni kéne. És mégsem fog hozzá. Pedig festeni sem lehet így. Talán olvasson? A könyvtár rendkívül gazdag. Végignézni is érdemes az értékes munkákat. Görög kiadású Biblia, apostolok cselekedetei, Szent Justin mártíromsága, Arisztotelész politikája, Ezopus, Filifonos, Euripidész, olasz kéziratok. Fáradtan lapoz bele az egyik kötetbe, de aztán anélkül, hogy olvasna, helyére teszi a kötetet. Az izgatott Francisco dugja be fejét az ajtónyíláson. Kétségbe esette integet, de még mielőtt szólhatna, kitárul az ajtó, és Heronéma repül a szobába. Egyenesen a festő karjaib karjaiba veti magát. Dominikon meglepetten öleli meg a lányt. Francisco csendesen húzza be maga mögött az ajtót. Egyedül maradnak. Heronéma türelmetlenül lerázza fejéről a kendőt. Hajának fényes sötétje, megkapó ellentéte az arc tompa fehérségének. Úgy szöktem meg. Pihegve kapkodja a levegőt. Nem lehet, hogy olyan sokáig ne lássuk egymást. Ajka érezketnek, ahogy magyarázza. Nővérem nagyon beteg. Állandóan félrebeszél, és nekem meg folyton imádkoznom kell a pappal. Éjjel, nappal. Nem bírtam tovább. A festő szeretné megnyugtatni, de a lány lezárja kezével Doméniko száját Ne, ne szólj semmit. Tudom, mit gondolsz rólam. Tudom, nem való így egyedül, kíséret nélkül idejönnöm egy férfi házába. Szemei csintalanul és izgatottan ragyognak, de aztán a pupillák elsötétednek. Ez már egy asszony szemének a komolysága. Remegve ejti ki a szavakat. Én szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz. Elakad. Az ovális arcocska határozatlan lesz. Mit is tegyen? A festő mozdulni sem mer. A lány vad elszántsággal közelebb hajol, és szenvedélyesen megcsókolja. Aztán hirtelen, mint a szélvész, az ajtónál terem, és csak annyit mond. Késő van, haza kell mennem. Dominikó a rászakadt boldogsággal elbővölten megbabonázva áll. Szaladna ő is, de a lány már eltűnt. Messziről követi a lányt egészen a Zokodoveri ház kapujáig. Dominiko felpillant az üres, rácsos ablakocskára. Újai becézően simogatják a ház öreg kőfalát. Herónima. Angelusra kondul a harang. Domenico megfordul, és határozott léptekkel lép be a templomba. Lábújhegyen az oltár elé megy. Forron fohászkodik. Köszönöm, uram, köszönöm ezt a késői lángolást. Segítsed, uram, hogy szeressük egymást egy egész életre, Örökön öröki. Ámen. Napok teltek, hetek sokasodtak. Donya Szilvesztra nem lett jobban. Doménikó minden ébredésekor azzal a boldog várakozással ugrik ki az ágyból, hogy talán ma is jönni fog a kedves. Kitárja az ablakot, hogy ragyogjon be a nap, csatogjon a vidám madárcsicsergés, tódoljon be az utcalárma. Mert szép érzés, ez a lázas várakozás. És Herónima jött, amikor csak valami ürügyet talált. Oda szökött hozzá, ha rövid időre is. Franciszko már nagyjából tudta a látogatások időpontját. Megismerte a könnyű kis lépteket. Szaladt bebocsátani az érkezőt, hogy aztán észrevétlen eltűnve örködjék a szerelmesek együttlétén. Herónima otthonosan mozgott a műteremben. Szerette nézegetni a vázlatokat, melyek a festő állvány mellett voltak szerette az üvegcsék, tubusok és ecsetek összevisszaságát visszaságát a durva deszka asztalon. A festékszagát, mely édes volt, a mester ugyanis mézzel vegyítette festékeit. Talán azért ragyognak olyan különös fényjel, frissességgel azok a sárgák, vörösek meg kékek, magyarázta egyszer Francisco. Doménikó szíven megtelik örömmel, ahogy a színfoltokat a vászon szélén próbálgatja. Ritkán használt palettát. A két oldalt lecsepegő festék mindig kacagása ingerelte Heronimát, aki az alacsony zsámajon ülve, állát tenyerébe támasztva figyelte a festőt. Veronika hosszúkás arca Heronima vonásait viseli, alány gyöngét és bánatos arcát, extatikusan sötét szemeit, spanyol szépségét. Kendőjén merev ikonografikus aprólékossággal dolgozta ki a Krisztus fejet a festő. Toledo és Bizánc találkozott. Szépek, meghittek voltak ezek a rövidre szabott percek, melyek mindig úgy végződtek, hogy Heronéma sietve felugrott, és lélegszakadva szaladt haza, nehogy távol létének titkát felfedezzék. Ma azonban szokatlanul csendes a kedves. Ilyettén zavart minden mozdulata, a szokottnál is sápadtabb az arca, halványabb, mint a képen. Amikor Dominikó magához öleli, úgy rebben el, mint egy sebzett madár. Amíg a szép meccésű szemek könyvbe lábadnak a fájdalomtól. Megtántorodik. A festő ilyetten kap utána, de Heronima elhárítja. A lány lassan megnyugszik. Dominiko megsimogatja. Heronima gyermeki ártatlansággal mondja. Bűnbánó inget vettem, és a csalán felvérezte a testem. Nem miért? kérdi kétségbe esetten Doméniko. Heronéma most már nyugodtabban meséli el a történteket. Büntetésben vagyok. Feltűnt, hogy annyit járok el hazóról. Félelemben azt hoztam fel mentségül, hogy imádkozni és gyonni voltam. Szerencsétlenségemre a lelki atya éppen a házunkban járt közben, és így hazugságon kaptak. Még veréssel is vallattak, hogy hol jártam. Szemei villámlanak, ahogy folytatja. De én akkor sem árultam el semmit. Magadságom miatt Szilvesztra úgy elkeseredett, hogy még nekem is fájt érte a szívem. Zokogva kért, ha már ilyen gyűlöletesen konok vagyok, legalább a lelki tisztaságomat mentsen meg. Vegyem magamra a szilíciumot, és legalább öt napon át hordjam éjjel-nappal. Dominikó felháborodik. Jézus Krisztus a megbocsátást hirdette, Miért van az, hogy az emberek kegyetlenekké válnak, amikor a bűntől akarják megtisztítani embertársaikat az ő nevében? Kevéséggel, hiúsággal táplálják lelkiismeretüket az igazi emberséggel szemben. Hogy gyűlölöm őket, Istenem! Hogy szeretem az életet! Hogy lehet egy ilyen gyönge fiatal lányt ilyen barbár módon megkínozni? A lány figyelmesen hallgatja a festő kitörését. Doméniko igyekszik megmagyarázni, hogy a testét gyötrő ing elmaradott agyak ostoba szüleménye, és amikor azt kéri, ígérje meg, hogy azonnal leveszi, engedelmes mozdulattal, egy gyermek ártatlan természetességével, bolyi kiruhájából. Ott áll a férfi előtt csalán ingben, mint egy bukott angyal. Domenico szemérmesen fordul el. Szólj, ha újra felöltöztél, és visszafordulhatok. Heronima zavartalan nyugalommal ereszti le a földre az inget, kilép belőle, de sehogy sincs kedve visszabújni a ruhájába. Önfeledten, mosolyogva nézi a háttal álló férfit. Szemei pajkos tűnődéssel járják körül a szobát, és a pamlakra dobott sejem drapériákon állapodnak meg. Mária Magdolna bíbor sejmén. Már megfordulhatsz? Kuncogva szól a festőnek. Ott áll előtte, mint egy görög istennő finoman elrendezett redős leplében. Afrodité. Elönti a vér fejét, gyöngyözik a homloka, ahogy lehajol a lány ruhájáért. Öltöz fel szerelmem, és szaladj, szaladj haza. Holnap elmegyek hozzátok, és megkérem a kezed. Megmondom nekik, hogy szívem és erőm minden igyekezetével azon leszek, hogy boldoggá tegyelek. Jó lesz, Heronéma? Akarsz-e sem lenni? Igen, Felelő habozás nélkül, komolyan és természetesen. Aztán felkiált. Nem, nem adják beleegyezésüket. Kényszeríteni fognak, hogy soha többé ne lássalak. Hogy hozzá menjek ahhoz az öreghez, akit soha sem láttam. Csak azért, mert szavukat adták. Nem ismered őket. Itt maradok veled. Dominikó nagy-nagy örömet érez, de azért megpróbálja megmagyarázni, hogy miért lehetetlen ez. Agyámja nem hagyná annyiban a dolgot, és a törvény is az ő oldalán áll. Heronima több húzza össze a szemöldökét. Olyan sötét-szürkén világít most a szeme, mint a macskáé. Aztán hirtelen felragyog az arca. Megtalálta a megoldást. Ha már egyszer a tied voltam, nem tehetnek más, mint hogy beleegyezzenek. A tied vagyok, igazán. Nem kényszeríthetnek többé a másikhoz. Nem akarlak elveszíteni szerelmem. Gyere, ölej meg! Karjait kitárja a férfi felé, és a tekintete parancsoló királynői. Fekete szemében az asszonyi titokzatosság csillog. Dominiko félénken kezdési simogatni a megvert, sebekkel borított, törékeny testet. Aztán csókjaival borítja el, és Heronima ruhája, melyet kezében tartott, kicsúszik ujjai közül. Zöldes sárgák, cigarellesz öreg fái, Virágillat és virágpor kavarog a szélben. A füves rét és az erdő közt, egy kitaposott ösvényen, néhány lépésnyire a folyótól, várakozik kedvesére Dominikó. Jó itt sétálni a koronyári szélben, a fűzek lecsüngő ágai alatt, nézni a mékik égen von, vonuló, változó felhőket. A felhők szerelmese vagyok, jobban mondva, szerelmes vagyok észre sem veszi, hogy magában beszél. Késő van, elszaladt az idő, és a kedves nem jött. Dominico egyre türelmetlenebb. A szerelmesek kétségbeesésével tör rá az aggódás. Már nem szeret. Aztán reménykedni kezd. Bizonyosan nem tudott jönni. Otthon vár. Félelem hasít bele. Teremtőm, csak nem történt valami baja. Hát, ha beteg. Nem várhat tovább. Meggyorsítja lépteit, csak nem rohan a város felé, az okotó veri házhoz. A ház sötét, hosszú árnyéka szörnyként emelkedik előtte. Keze hideg és nyírkos lesz, ahogy az elfüggönyözött fekete ablakokra felnéz. Nagyot lélegzik és belép az ódon kapun. A vörös szemhéjú, kisírt szemű Petrába ütközik. Petra az emeletes gyertyatartók felé int. A gyertyák fénye kísértetiesen lobog, Heronima átetsző kendővel borította be a haját. Riadtan emelkedik fel, amikor meglátja a festőt. kísért szemével kétségbeesve néz rá. Szilvesztra meghalt, szakad ki belőle. Drága nővérem! Dominikó vigasztalóan lép közelebb. Heronima védekezően emeli maga elé a kezét. Én vagyok az oka, egyedül én, kiáltja mardosó önváddal. Nem lett volna szabad levetnem a szilíciumot. Az én javamat akarta, amikor megparancsolta. Tenyerébe temeti az arcát. Bűnös vagyok, és ártatlanra szállt a bűnöm. Dominikot haragönti el. Szilvesztra súlyos beteg volt, azért halt meg. A hangos párbeszédet meghalva, Don Julio Santóha lép be a szobába, mintha egy fejjel megnőtt volna hétvese halála óta. Kimérten üdvözli Doménikót. Festő úr, bizonyára a honoráriumért jött, de most higgye el, nem tudok ilyesmivel törődni. Szomorúan folytatja. Szegénykém szent volt. Valóságos szent. Angyalok közül való. A temetés előkészületeivel kell foglalkoznom. Jöjjön máskor. És mesterkélt szívélyességgel kikíséri a festőt. Dominiko tudja, mennie kell. Mégis marad, és halkan, ünnepélyesen mondja. Nem a honoráriumért jöttem. A képért nem is fogadok el hon honoráriumot, mert nem válok meg tőle. Megtartom. Szántóha a festőre mered. Dominiko folytatja. Úgy gondolom, Heronimának nem lesz már szüksége erre a képre. Átleli a lányvállát, és úgy mondja. Szeretjük egymást. Kérem a beleegyezését, hogy házasságra léphessünk, minél hamarabb. Természetesen csak a gyász letelte után. Szántóhá pillantása sem méltatja a festőt, dühösen tör Heronimára. Hát így vagyunk, a hátam mögött összeesküdni. A kisasszonyt már másnak ígértük. Megtiltom, hogy találkozz ezzel a göröggel, rikácsolja. Dominiko keményen Szántóha szemébe néz. Már később megtiltania. Heronima és én szeretjük egymást, testben és lélekben, Jobb lesz, ha mindent elrendezünk. Ő az enyém. Egyezzék bele ebbe. Soha, ordítja magából kikelve. Amíg én vagyok a törvényes gyámja, soha. Rákiált a halára ilyet lányra. Takarodj azonnal a szobádba, bűnös teremtés. Hangja lihegésbe fullad. Te ölted meg védkeddel szegény nővéredet. Heronima rémülten szalad a szobájába. Dominikon megpróbál utána menni, de Szántóhá út, útját állja. Halott van a házban, legalább erre legyen tekintettel. Dominiko megáll. Heronéma után kiált: A temetés után várlak. Fére kell állnia, hogy utat engedjen a lépcsőn lejövőknek, akik a koporsót hozzák. Papok, minisztráns gyerekek és hivatásos sírató asszonyok. A fizetett síratok azonnal szívszaggató jajgatásba kezdenek, amikor meglátják a koporsót. Az ismerős kereskedők ügyetlen kondoleáló szavakkal fejezik ki kötelező együttérzésüket. Domenico is szeretne még mondani valamit, de Szántohá imára kurcsolja kezét. Hazafelé menet, valami súlyos előérzet kezdett elhatalmasodni Doménikón. Csiga lassúsággal az órák. Heronéma nem jön. Dominiko egyedül maradt kételjeivel és kínzó fejfájásával. Franciszkót óránként szalasztja, a veri házhoz, de a fiú reményvesztetten tér vissza újra meg újra. Hiába próbálkoztam, néma a ház. Erélyes hívásomra sem Petra, sem Heronéma nem mutatkozott. Talán még most is imádkoznak? Talán megbetegedett a lány? Talán holnap? De mit tegyen aggódó szívével, ha az azt érzi, hogy várnia kell holnapig, amikor talán már minden késő? Heroni elhatározta, hogy nem sír többé, de ha körülnézett az üres házban, valami ellenállhatatlanul foltogatni kezdte a torkát. Olyankor Makacsul elismételte újra meg újra, hogy mit fog mondani a sógorának. Okosan és nagyon nyugodtan kell beszélnie. Csak ne félne tőle olyan nagyon. Azelőtt mindig olyan jó volt hozzá, szigorú, de jó. Ő is, meg a nővére is. Nem, nem szabad most Szilvesztrára gondolnia. Csak jönne már a sógora, a temetés óta alig látta, és akkor sem volt egyedül. Mindig üzleti ügyeit intézte, és Petra hallotta, Szevillát emlegette. De Petra süket, veti el a gondolatot, nem hiszem, hogy már is vissza akarna menni Szevillába, de minél előbb tisztáznia kell vele a dolgokat. Don Julio Szántohát csak ugyan lefoglalták üzleti ügyei. Kitartóan járt beszedni a pénzét, pénzt váltani, még a károsodástól való félelem sem tartotta vissza attól, hogy sietesse az utazási előkészületeket, annyira éget a talpa alatt a föld. Nagyhalom halom árut hazaküldött. Még fontos tár tárgyalása lett volna a San parókiával szemben lakó marcipángyárossal az utolsó pillanatban azonban úgy döntött, hogy hazatér. Meglehetősen jó hangulatban üdvözli sógornőjét, mikor a tétovázó léptekkel jön eléje. Csak nem vidáman veregeti meg Heronéma arcát. Készülj, húgom, csomagolj! Itt hagyjuk ezt a szomorú, gyűlöletes várost, ahol csak gyászért bennünket. Mindent elintéztem, reggel utazunk. Maga Herónima is meglepődik, milyen egyszerű kimondania. Téved, kedves sógor, én nem megyek el Toledóból, de azért szorongva várja a hatást. Sógara arca azonban csupa elnézést és jó indulatot fejez ki. Kedvesen, türelmesen, megértően néz rá. Ne félj, kicsikém! Leülteti maga mellé, bátorítóan szorítja meg a kezét. Ha nem akarsz, nem kell hozzámenned a vőlegényedhez. Heronimát reménység tölti el, Julio kettelve nézi de hogy is adlak oda annak a vén kujonnak, még ha nemes ember is. Jó indulatúan igyekszik mosolyogni. Ugye emlékszel, lelkecském, hogy mennyire kedvellek már kislánykorod óta? Apád helyett apád voltam. Meleg otthonra találtál házamban. Igaz-e? A lány meghatottam Bólint. Hulio most könnyes szemmel megcsokolja a lány kezét. Aztán felnőttél, és én megláttam benned a nőt. Nem tehetek róla, Bocsáss meg nekem. Egyre izgatottabb lesz, dadog. De, de amíg élt a nénéd, minden bűnös gondolatot el, elfojtottam elfolytottam magamban, mindig hűséges, hitvese voltam szent, szent életű nővérednek. A füle égni kezd ettől a vallomástól. De most itt hagyott bennünket, szegény. Szabad vagyok. Elmegyünk Szevillába, és feleségül veszlek. Heronéma undorodva felugrik. Julio nevetve nézi. Épp azt szeretem benned, hogy ilyen kis vadmacska vagy, hogy igazi vércsörgedezik benned. Feláll. Néhány lépésnyire távolabb megy a lánytól. Ostobaság volt más feleletet várnom. Drága kicsikém, nem is szabad rögtön határoznod. Majd talán oda Néhány hónap alatt szépen hozzászoksz majd a gondolathoz. Kihúzza magát. Gazdag vagyok. Gondold el, milyen szép életed lesz! Heronima ilyetten hátrál. Julio most már kezdi elveszteni a türelmét. Hát, így állunk. A művész urat szereted? De még ez sem bánom. Elfelejtem. Mind örült ebben ízzik fel benne a szenvedély. Elkapja a lány tiltakozó, ellenszegülő testét. Két karja bilincsként tartja. Heronima el akarja taszítani magától támadóját de a vénember úgy tapad rá, mint egy vámpír. A földre zuhannak. Ekkor, szinte önkívületben, ütni, verni kezdi a lányt, ahol éri. Szadista dűvel. Csak akkor józanodik ki, amikor a rémült Petra berohan a dulakodásra, sikoltozásra. Heronéma sebzett vadként, maradék erejét összeszedve, fél ájultan rohan a szobájába. Megalázottan, zokogva borul az ágyra. Julio pedig maró szégyen és dacos harag közt vergődik. A megoldást keresi. Még szürke az ég, amikor Julio az alvó városon keresztül az Agustina Kolostor felé kísérte Heronimát. Komoran haladnak át a Puerta de Cordonon. Az öreg cseléd néhány lépés távolságra kelletlenül cammagotánuk. Egy nagy kőfalba vágott rácsos kapu előtt állnak meg. Olyan magas ez a fal, hogy a belső épület nem is látszik. A kolostorban sanyargatásul gyakran a hideg, puszta földön hálnak az apácák. A hideg évszakban vizes ruhát öltenek, a nyári forróságban pedig vastag ruhában perselődnek a napon. Keserves megpróbáltatással keresik e földi világ szenvedéseit, hogy a korán megtört, beteg test minél előbb elnyerhesse az áhítozott túlvilágot. Gyakori szokása volt a nemes családoknak, hogy engedetlen lányokat férhezmenetelük menetelők előtt néhány hónapra ebbe a zárdába küldjék, minek következtében a lányok többsége türelmetlenül várta esküvője napját, és odaadó engedelmes hitvesként éltele férje mellett egész életét. Akad közöttük azonban olyan is, aki örök és tiszta vágyjal inkább az égivő legényt választotta. Mielőtt megkongatta volna a kapuharangot, Julio hidegen megszólalt. Most egyelőre elbúcsúzunk. Te akartatott Toledóban maradj. Remélem, hogy bűnbánóan imádkozol majd, s a jó példákat látva megtisztul a lelked. Figyelmeztetlek azonban, ha nem leszel engedelmes, Teotokopulit egyszerűen feljelentem. Az inkvizíció majd gondoskodik róla, hogy miként járjon el vele egy fiatal lány bűnös elcsábításáért téged pedig a gyámod elleni engedetlenségért köszemlére tétetlek, mint becstelent. Saját magának is fáj, amit mond. Nem is vár feleletre. A harang kongása ólomsúlyként hull Heronémára. A kémlelő nyílás kinyílik, egy apáca kocskál ki rajta, majd némán kitárja a nehéz kaput. Int Heronimának, hogy kövesse őt. A lány nem néz vissza. Petra, az öreg szolgáló, szipogva siet a nyomában. Julio szorongva követi őket. Útközben, amíg a főnök nőhöz érnek, elmagyarázza a kapus nővérnek, hogy a süket szolgáló erős és minden munkára használható lesz. A merev ábrázatú főnök asszonynak alázatos tisztelettel adja elő kívánságait. Szeretném, ha gyámleányom ezek között a falak közt elfelejtené vétkes gondolatait, és remélem, hogy amikor néhány hónap múlva érte jövök, engedelmes érzülettel fogad majd. A szigorú apáca egy nagyvilági hölgy megértésével biztosítja, hogy óhaja teljesülni fog. Julio Buzgon nevezi meg azt az összeget, amelyet a szent intézmény céljaira átadni szeretne. A dáma mosolyjal bólint. A gáláns úr még egyszer a lelkére köti, éberen vigyázzanak, hogy Heronima senkivel se érintkezzék. Gyermekem, légy nyugodt, mindent értek, feleli a tisztelendő anya. Ezek között, a falak közt megszűnik a külvilág. Aki mögött bezárul a kapu, olyan, mint a rab. Don Julio megkönnyebbülten lélegzik fel, lelkismeretét tisztára mosta. Istenben boldogult, szent életű neje is helyeselné azt, amit az árváért tett. Az zokodoveri ház ablakait és kapuját bedeszkázták. A lakatlan épületet így jobban meg lehet óvni a széljárás viszontagságaitól. Dominiko és Francisco eszeveszetten döngetik a kaput. A szomszédok haragosan szólnak rájuk. Hagyjátok abba! Nem látjátok, hogy nincs, aki ajtót nyisson? Elutaztak! Az emberek csak a vállukat rándítják. Franciszkónak kell hazavonszolni a Dominikót, akinek a fájdalom elhomályosítja az agyát. Így érkeznek házukhoz. Carmela, az új, kövér szakácsnő, már jó ideje az ajtóban leste jöttüket, Fülig szalad a szája, titokzatosan kacsingat rájuk, és bőbeszédően kezdi mesélni, hogy különleges, ünnepi vacsora készül. Elszalad a piacra finom pecsenyének való húsért és zamatos óborért. Alig bírja magában tartani, hogy a legvégére hagyja a szenzációt. Drága vendég, vendég érkezett! Dominiko már is szembe találja magát a jövevénnyel. Éppen olyan magas, mint ő, csak hajlottabb a haja ezüstös, a tekintete fáradt, egyik fülében pici drága követ visel. – Bátyám, manusszó! – kiált feltörő örömmel, és mint egy panaszos kisgyermek, zokogva keres megnyugvást bátya ölelő karjaiban. Heronéma olyan a cellájában, mint egy rabmadár, csak hallgat, hallgat. Ha szólnak hozzá, csak néz és engedelmeskedik, és felrémlik benne a múlt, furcsa mosoly suhan át az arcán. Gépies engedelmességgel vesz részt a közös imádsa imádkozásokban. Szorgalmasan végzi a kerti munkát, de ha teheti, elszakad társaitól. Lassanként senki sem próbál közeledni hozzá. A festő hallgatja a vitatkozókat, nem szól közbe. Don Luis de Castilla haragosan beszél. Szedd össze magad, Domenico, férfi vagy, a térnek csalódások. Harcolj, ha kell, akár magad ellen is. Hogy hagyhatod el magad ennyire? Francisko is elcsüggett már. Don Luis azonban nem adja fel a reményt, hogy felrázza tompultságából barátját. Művészi énnyit próbálja felpiszkálni. Badarság lenne Szevillába menned. Most, amikor végre hívat a király, és a király nem vár. Ha nem mégy, akkor vége. Nem csak a rendkívül kedvező alkalmat szalasztod el, de az alattvalói engedelmességet is megtagadod. Érzi, hogy a festő kicsit elbizontalanodott. Tétovázó mozdulatára újra ostromolni kezdi. Tiziánó tanítványa, Juan Fernández Navarrete, vagy, ahogy minnyáján ismerjük, elmúdó meghalt. A néma barát helyére új festőt fognak kinevezni. Vajon a király meghívása nem az udvari kinevezést jelenti-e? Francisco nem tudja törtőztetni magát, közbeveti. Maestro, majd én megyek Szevillába. Pedro de Meza műkereskedőtől úgy is át kell vinnem az eladásra szánt képeket Don Juan Agustin Anzaldóhoz. Bízik bennem, felkeresem Don Julio Santohát. Beszélek azzal az ostoba fejével. Harciosan dülleszti ki a mellét. Ha kell, uram, erőszakot is alkalmazok, csak hogy Donya Heronimát magammal hozzam. Póklókra kerüljön a lelkem, ha nem lesz a Madonna itt, mire a maestro visszaérkezik. Manusso, aki mindez ideig csak szemlélőként volt jelen, megfontoltan veszi elő a királyi pergamentet, és az asztalra teréti. Lássuk csak, a fő oltárképe 12 láb magas és 9 láb széles. Témája Szent Mauritius mártíromságát ábrázolja, és láthatóknak kell lenniük a tébai légióknak. Dominiko lehunja szemét. Három-négy alak dominál majd a képen, nem több. A szent meggyőzi kapitánytársait arról, hogy inkább halljanak meg fegyverrel a kézben, mint hogy fele barátaikat megöljék. Erőt önt beléjük a halára. Lélegzet visszafolytva, csodálattal figyelik. Manuszó nevén szólítja testvérét. Niko, figyelj rám! Néhány hónap alatt az eszkóriálban befejezed a munkád addig én ügyelek a házadra és javaidra. Ha távol léted alatt Madonna Heronéma megérkezik, úgy fogadom, mint egy királynőt. Dominikó megkínzott arcán feldereng az első, bizakodó mosoly. Heronéma. És megjelenik előtte az ígérettel teljes jövő, a király kegye, a hírnév és a dicsőség. Heronéma.